Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. Örömmel jelentem, hogy ezekben a percekben nyitják meg hivatalosan is a Vidor Fesztivált. Ma estétől már több száz ingyenes program vár ránk, és nem csak Nyíregyházán, hanem a megye több pontján is. Élményeinket pedig fotók is megörökíthetik. Ezzel a témával kapcsolatosan pedig érdemes tudni, hogy augusztus 29-e a Magyar Fotográfia Napja. Erről beszélgetek vendégeimmel, Csutkai Csabával, valamint egyik tanítványával, Szűcs Péterrel beszélgetek. Sziasztok! Hello, jó napot! Nos hát, Peti, téged zargatnálak először, hiszen elmondható, hogy a fotográfia története egészen a 19. század elejéig visszanyúlik, ám te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy nem feltétlen csak könyvek alapján tanulod a történelmét a fotográfiának, hanem akár már a gyakorlatban is. Hogyan tettétek ezt mondjuk az elmúlt időszakban, és mi az, amit hoztál ide a stúdióba nekünk? Hát ez egy... Ezt Dager tervezte, még 1839-ben tervezte az első ilyen lyukkamerát, ami akkor még fából készült, és hát ez egy cipősdoboz méretű tárgy, de ez jóval nagyobb volt akkor. Hát ez nem terjedt el. Először Párizsban terjedt el először, utána pedig a Magyar Tudományos Társaságban mutatta be egy magyar fiatalember 1840-ben. Hogyha jól tudom, ezt a magyar fiatalembert hívták Vállas Antalnak, ugye az ő nevéhez köthető ez a 29-e a Magyar Fotográfia Napja. Mit kell tudni erről a lyukkameráról? Hogyan működik? Hogyan készítetted el? Egyáltalán tényleg én is el tudnám otthon készíteni? Igen, egy egyszerű cipősdobozból el lehet készíteni. Van benne egy kicsi fémlevez, amit akár egy tűvel át kell szúrni, nagyjából a közepét, teljesen. Ezt ki is nyitom. Itt van benne az optika, igen, nevezik optikának, igen. És a cipős dobozon is kell egy pici lyukat csinálni. Ezt most nem mutatom a kamerának, mert elég kicsi, igen, én is alig látom. És az a kicsi lyukon, ami egy gombos tűnyi, igen, azon megy be a fény. Uh-huh. Ezt régen ezüst lemezekre vetítették ki a képet, de ma már fotópapírra. A fotópapírt azt, ha belülről megmutatom, ide teszik a fotópapírt, rámegy a lyukon keresztül, rámegy a fény, lezárjuk. Igen, rátesszük, rá, lezárjuk, teljesen hermetikusan le kell zárni, mert akkor oxidálódik. Teljesen ezt le is szoktuk ragasztani, és rámegy a fény, hát attól függ, hogy milyen fényviszonyok vannak. Hogyha a tájképet fotózunk, mondjuk süt a nap, akkor elég mondjuk 1-2 percig ráengedni a fényt a lapra, ezen a kis lyukon keresztül. De van olyan is, amikor akár 1-2 óra régebben, az 1830-19 elején, akár 1-2 óráig is ráengedték a fényt. Hihetetlen amúgy, hogy tényleg megalkottad ezt a lyukkamerát, de működőképes is? Kipróbáltad? Jó, rendben. Akkor tényleg nem, például nem nagy benne a kis lyukacska, semmi ilyesmi, tehát akkor teljesen működőképes. Igen. Tanár úr jól tanította nektek ezt a dolgot, és hát ugye innentől kezdve várni kell egy kicsit, de a lyukkamerát idézőjelben digitalizálhatjuk is, de vajon hogyan, Csaba, erről már kérlek, te mesélj.
Hát igen, repült az idő, és akkor az igények eljutottak odáig, hogy a digitális technikával hogy lehet szimulálni hasonlóképpen, amit a 19. század elején tették elődeink, dadzselék, és ebben egy nagyon egyszerű módja van, hát mit kell tennünk, ugyanúgy, mint ahogy a lyukkameránk esetében pici-pici lukat fúrni egy lemezkére, és azt arra a lapra ráhelyezni, ami tulajdonképpen egy digitális kameránál, és itt hangsúlyozom, amivel mi szoktunk dolgozni, az a DSLR, tehát tükörreflexes kameránál, az a védő lapra, egyszerűen visszarakjuk ezt a optikát, levesszük róla, visszahelyezzük a védőlapot, és részünkre készen áll a digitális lyukkamera. Na hát azért hagyd mondjam el, hogy akik a Vidorra készülődnek és fényképezni akarják, hát valószínűleg nem lesz nagy sikerélményük, hogyha egy digitális lyukkamerát alkalmaznak, de ki tudja, hogy most művészeti szempontból ez mit tud eredményezni. Egy nagyon hosszú expozíciót igényel ez is így, és állványról működve. Hát mennyire kivehetőek ezek a képek, azt én nem tudom igazából megítélni, úgy, de ezek egy digitális lyukkamerával készült felvételek. Az a felső egy szekér, amin cefrés hordók pihengetnek, a másik pedig egy, hát vegyük azt, hogy ez egy, valóban egy tájkép, bármennyire is nehéz kivenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ami szép dolog ebben a digitális technikában, hogy fenntartja azt a emléknek megőrzését, és nem csak az ünnep révén, hogy igen, hogy is készülhetett valamikor réges-régen az a hosszú expozíciós technikával egy digitális és a Dodger képeknek, és a sok-sok képfeldolgozó rendszer is hoz hasonló segítséget a fotográfusoknak, hogy hogy nézhetett ki, hogyha ő most nem digitális kamera, uh-huh. vagy nem lyukkamerával készíti, hanem hagyományos módon, akkor le lehet butítani, vagy át lehet alakítani úgymond a felvételeket, mintha ez egy valós daguerreotípia lenne. Még a műsor előtt beszélgettünk hat szem közt, és ugye említettétek nekem, hogy Peti a művészetibe tanul, fotósnak készül, ténylegesen az utolsó éve előtt áll. Szerintem kevesen tanulnak fotósnak, viszont annál több önjelölt fotós van manapság. Ugye folyamatosan fejlődik a technika, nagyon sokan most már elérhetőbb árakon vannak ezek a fényképezőgépek, és meg tudják venni akár egy tükörreflexes, egyszerűbb gépet is. Jó ez a szakmának, Csaba, szerinted, vagy sem, hogy ennyire mozgolódik szinte mindenki, és csak azt látod, hogy itt egy klikkelés, ott egy klikkelés, és már fókuszál, és csinálja a képet? Én úgy ítélem meg, hogy igen, ez egy szenzációsan jó dolog. Mint ahogy mondjuk a mai napon is, hogy itt van a Magyar Fotográfia Napja, én úgy gondolom, hogy minden nap a Magyar Fotográfia Napja van, és a Világ Fotográfia Napja van. Ehhez azt kell tudni, hogy jobb esélyt ad azoknak az embereknek ez a nagyszámú fotós jelenlét, akik ki akarnak emelkedni. És jobban számon lehet tartani azokat a sok közül, hogy na, ki is tud különb lenni. És mindig a különbség fog győzni. Ha van olyan elszánt ember, aki azt mondja, hogy igen, rászánok azt hogyha az egészet nézek a 100%-ból, 5%-ot a technikára, de 95%-ot meg a hozzáállásra, a tevékenységre, akkor az a különbség jelentkezni fog a nagyszámú résztvevők közül, hogy igen, ő másképp látja meg ugyanazt a témát, vagy közelíti meg azt a témát, mint a nagy többség. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és Peti, neked mondanám, hogy Csaba már nagyon sokszor volt vendégem, és hála a jó égnek nagyon sok tehetséget bemutatott itt a Weekendben. Kardos Áron neve például már ismerős, szerintem neked is már mosolyogsz, úgyhogy az ő nevét meg bőségesen lehet hallani szerencsére mostanában itt a térségben. Legyen úgy, hogy Szűcs Péternek is sok-sok fotókiállítása legyen Nyíregyházán és a térségben, én ezt kívánom neked. Most pedig maradjatok még egy kicsit, mert bejátszásunk következik. A Víg Színház a Testőr című komédiájával zárult múlt vasárnap a szabadtéri nyár két hónapon át tartó rendezvénysorozata. A nagy sikerű előadás rendezője Valló Péter, a főszerepeket pedig Eszenyi Enikő, Stól András és Kern András alakították. Viraszkó Szilvia összefoglalója következik. Már ez így van.
Már ez így van. Istenem, ha látnád ti közönségetek, hogy ünnepelt kedvencei ide az a milyen savanyúan érintkeznek egymással. Elég édesen érintkezem vele a színpadon, itthon legalább... Gyerekek, gyerekek, mit for diese Leute? Egy év házasság után ide jutott. Csak te tehet szóra, én 10 éve vagyok mellette, és velem édesebb, mint valaha. Kinek a választása volt, hogy bemutassák a Víg Színházban a Testőr című darabot? Nagyon-nagyon sokáig kerestünk darabot a tavalyi szezonban, és aztán végül nagyon sok hónap után egy ilyen közös megegyezéssel ez jutott a színháznak, nekem, dramaturgiának, tehát egy közös találmány volt. A pesti közönség utoljára talán a Örkény Színházban látta, és úgy gondoltuk, hogy ez a felálláshoz, amit itt a, most majd a nyíregyháziak is megállnak ma este, hogy ez egy nagyon jó választás, hát egy nagy remek mű a Testőr. Ön volt az, aki arra gondolt, hogy Eszenyi Enikő és Tóth András legyenek a főszereplői? Amikor már eljutottunk idáig, akkor ez értelemszerűnek tűnt, hogy ők jó partnerei lesznek egymásnak, igen. Tehát azt gondolom, hogy egyenként is nagyon alkalmasak a két szerepre, és külön-külön is alkalmasak. És azt gondolom, hogy a Kern is nagyon alkalmas a kritikus. Szóval nagyon szerencsés csillagzat alatt született, mert ritka, amikor egyébként tényleg nagyon jól megírt színdarabnak minden szerepét ilyen nagyon színvonalasan lehet kiosztani. Mi a titka annak ön szerint, hogy Molnár Ferencnek ennyire érvényesek ma is a darabjai? A Molnár Ferenc az nem csak a magyar drámairodalomból, hanem az egész világ drámairodalom, hát végignézzük, az egyik legfelkészültebb, az egyik mesterségbeleg legjobban képzett ember. És akármennyire tűnnek esetleg a történetek maguk, a benne szereplők, a társadalmi környezetük, bármennyire tűnik egy kicsit elavultnak, olyan fantasztikus mesterségbeli tudással vannak megírva a dialógusok, annyira jól vannak az emberek ismerve és feldolgozva, amit mondanak egymásnak, az annyira hiteles és mai és valóságos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi kis segítség kell csak ahhoz, hogy a néző tényleg úgy érezze, hogy ezek az alakok mi közöttünk élnek, és hogy ma ugyanúgy élünk, mint akkor. Molnár Ferenc legendás szerzője volt a Víg Színháznak. Ebből azokból választották a Testőr című darabot? Igen, hiszen minden második évben, vagy szóval minden évben gondolunk rá, és nagyon sok darabot mutattunk be az elmúlt 5 évben tőle, például a Játék a kastélyban, a Harmónia, az 1-2-3-at Kern András főszereplésével, az Ibolyát, és most jött sorra a Testőr. Milyen az, amikor egy színésznő színésznőt játszik? Hát nem könnyű, nem könnyű, mert hát ennek nagyon igazinak és olyannak kell lenni, mint a valóságnak. Molnár nagyon pontosan ír. Én az életem eddigi szakaszában nagyon nagy szerepeket játszottam, nagyon különleges szerzőktől, de ennyire különleges és ennyire nagyszerű színdarabot még nem. Szóval ez mértani pontosságú, ez egy csodálatos szerző. Az egész próbaidőszak nagyszerű volt, ugye Valló Péterrel már nagyon régen dolgoztam együtt, nagyon szeretem őt, és nagyon jó volt a társaság, és hát a szerző az meg felemelő, és hát mindent tud a színházról. Hamarosan kezdődik az új évad a Víg Színházban. Milyen csodákkal várják majd a nézőket az idén? Az idén egy picit hamarabb kezdünk, úgyhogy aki úgy gondolja esetleg, hogy már augusztusban szeretne látni bennünket, annak kedvére teszünk, mert augusztus 28-án az Ősztánccal indulunk, és remélem, hogy én is játszom benne, mert tavasszal elkezdtem próbálni, csak egy picit megsérültem, úgyhogy Szilágyi Csenge fiatalkora kolléganőm táncolta nagyszerűen a tangót, és játszotta azt a szerepet, amit én is, de én remélem, hogy most 28-án fogom tudni játszani. 29-én is van Ősztánc, és aztán a Fejesnek és a Pressernek csodálatos művel Jó estét nyár, Jó estét szerelem lesz
bocsánat, csak elfáradtam itt a próbákon, és próbálom az időpontokat. Szeptember 6-án, Szász János rendezésében, aki tudom, hogy épp itt most kezdte a Hedda Gablert, egy csodálatos rendező, egy nagy alkotó, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt Nyíregyházán is dolgozik, és mondom a nyíregyházi közönségnek, hogy menjenek el nézni, mert egy különleges alkotóról van szó. Aztán csináljuk az Óza csodák csodáját, Marton László rendezi, Kentor egy elképesztő, csodálatos díszletet tervezett, úgyhogy én remélem, hogy a gyerekeknek a következő 5-10 évben ez egy igazán csodálatos produkció lesz. És én pedig paralel rendezem Nádas Péter találkozás című művét Börcsök Enikővel a főszerepben. Nádas Péter műve számomra az egyik legfontosabb irodalmi mű, meg egyáltalán az ő munkássága számomra nagyon fontos, és Encivel együtt dolgozni az meg mindig nagyon jó, hiszen egy csodálatos színésznő. Első alkalommal áll együtt színpadon Eszenyi Enikővel. Milyen ez az együtt való munka? Hát mindig nagyon-nagyon-nagyon jó érzés egy nagy színésznővel dolgozni, de azért nagyon nehéz is, mert általában a nagy színésznőknek mindig megvan a saját levegőjük, a saját világuk, sokszor kell alkalmazkodni, sokszor kell türelmesebbnek lenni hozzájuk. De aztán, amikor az ember ott van a színpadon, és egyszer csak megszólal az Enikő úgy, hogy ő meg tud szólalni, és úgy tud nekem mondani egy mondatot, hogy én magam sem tudom hirtelen, hogy hol vagyok, mert annyira el tudja az embert varázsolni. Szóval nagy élmény. Milyen ez a figura, akit ön alakít a darabban? Hát ez egy tipikus férj, aki nagyon szereti a feleségét, és nagyon szeretné, hogyha nem veszítené el. És ezért mindent megtesz, és aztán a saját játékának a csapdájába kerül. És a végén a nő, az lenne a jó, hogyha a nézők nem tudnák eldönteni, hogy vajon valóban tudta-e a nő végig, hogy ő... Szóval nem tudják a nézők most, hogy miről beszélek, szóval én ezzel csak átöltözöm testőrnek, és megpróbálom meghódítani a saját feleségemet, és ez sikerül is a második felvonás végéig, egy csók erejéig. És aztán a férj visszajön, és megpróbálja számon kérni az asszonytól, és az asszony a legvégén elhiteti vele, hogy ő pontosan tudta, hogy a férje az, és csak végig akart újra vele élni egy szerelmes történetet. Milyen érzés Molnár Ferencet játszani? Az jó, ez mindig jó. Nagyon nagy tudója a színjátszásnak, meg a színház technikájának, meg a színész lelkének. Az jó. Jól tud írni nagyon. Milyen ez a karakter, akit alakít a testőrben? Ez egy kevésbé színész vonzó, mint amennyire a főszerepek vonzóak. Ez egy olyan másodszereplő, úgy mondják, rezonőr, aki a főhős barátja, főhős nőnek is barátja, és mindkettejük oldaláról úgy figyelgeti, hogy itt mi is történik. Azt mondják rá gonosz, de nem gonosz egyébként, csak egy kicsit ironikus. Hamarosan kezdődik az új évad. Milyen feladatai lesznek a Víg Színházban? Shylockot játszom a Velencei Kalmárban, és az érdekesnek tűnik. Az egy nagyon jó szerep. Az egy bonyolult, nagy filozófiai kérdése a világnak. A zsidóság és a nem zsidóság kérdésével foglalkozik. Kérdés, hogy ez gonosz-e ez a zsidó, vagy csak igaza van. 400 éve ezen vitatkozik a világirodalom és a körülötte lévő filozófia. Érdekes dolog. Jó lesz az. Jó lesz azt játszani. Hogy csak 500 000 fölül jár. A nagyvilágban már évek óta ismert az a mozgalom, amit úgy hívnak Recycling Art, magyarul környezettudatos művészet, amely itt a térségünkben nem igazán tört még magának teret, de az egyik úttörője, Szegedi Torella, itt ül velem szemben, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket is! Rakjuk már helyre, hogy mi is ez a környezettudatos művészet, mert nagyon-nagyon tágas, széles lehet ez a spektrum, és nekem például egyből az jutott eszembe, hogy jó pár hónappal ezelőtt, pont a Weekendben volt egy olyan vendégem, aki hulladékokból készített mondjuk ékszereket, akár fülbevalót, nyakláncot és így tovább, és lényegében az is egy környezettudatos művészet, ám az picit más, mint amit te mívelsz. Mi is ez pontosan? Hogyan tudnád megfogalmazni? Hát igen, a művészetek területén két fő ágazata van a környezettudatos alkotásnak. Az egyik az újrahasznosítás, ez ugye nagyon szeretjük és nagyon el van terjedve, főleg Kelet-Európában, hiszen ez volt az első olyan
kreatív megnyilvánulás a környezettudatos alkotás terén, amely hát célja az volt, hogy összegyűjtsük azt, ami szemétnek mondunk, és megpróbáljuk újra gondolni, hogyan lehetne életben tartani, nem eldobni, nem szennyezni a környezetet, és ha már nem újrahasznosító mint tárgy, tegyük fel a füzet, vagy a palackok beolvasztása és a harisnya készítése belőle, vagy bármilyen más a tárgya, akkor olyan alkotások szülessenek, amelyek figyelmünkbe vonják pont ezt a fajta tudatosságot. Egy másik része pedig a természetes anyagok, alapanyagok feldolgozása, az olyan megmunkálás, amely minél kevesebb gépezetet vagy vegyszert von magába, tehát természetes alapjába kétkezi megmunkálással készül, és hát ez áll a legközelebb hozzám azért is, mert mint népűvész család gyermeke, nekem ez nagyon könnyű volt tovább gondolni, és ebben az irányban alkotni. A te egyik kedvenc alapanyagod, az a gyékény, és ha jól emlékszem, akkor sok-sok hónappal ezelőtt, lehet, hogy már lassan évvel ezelőtt Nagy Ágnes kollégám készített veled egy félórás magazinműsort, amiben bemutatta a te alkotásaidat és a világszemléletedet. Egy kicsit engedj közelebb minket is, a nézők hamarosan láthatnak felvételeket egy kiállításról, amely nemrég a közelmúltban nyitotta meg kapuit, a Sóstói Múzeumfaluban. Ez a te tárlatod. Milyen címmel lehet ezt megtekinteni, és egyáltalán mit hivatott megmutatni az érdeklődőknek? Hát nagyon érdekes címe van. Ilyenkor mindig zavarba jövök, amikor eszembe jut a címe, vagy ha erről esik szó, Torell a gyékén világa. Viszont az én kis mentővem legyen az, hogy ez esetben nem arról szól a kiállítás, hogy leéltem egy életet, és akkor az életem nagy alkotásait láthatjuk ott, hanem inkább betekintés egy olyan világba, ami tele van játékokkal, mesékkel, természetes anyagokból készült dizájntárgyakkal. Hát egy párhuzamos világ, amely a mai rohanó, technologizált világgal fut egy időben, és végül is egy intés arra, hogy nem kell semmi különösebb felkészültség vagy ok arra, hogy elkezdjünk gondolkozni azon, hogy hogyan lehet esetleg a népművészet technikájával, fonás, varrás, faragás technikájával olyan korszerű tárgyakat alkotni, amelyek akár a művészi értékkel is vannak felruházva, vagy dizájn, vagy használati tárgyak lehetnek. Mi a központi témája ennek a kiállításnak? Hát két központi témája van. Az egyik a mesevilág, a magyar mesevilág, a másik pedig a nő, a nőiesség, és ez a két téma párhuzamosan a halad végig egy hát időfonalon, ugye itt kezdődik a gyermekkori karácsonyi ünnepségekkel, és végződik a felnőttkor a nőiességet kibontakoztató divat kifutóval, ahol már abszolút modern avantgárd darabokat látunk. Kiknek ajánlod amúgy ezt a tárlatot, amely nagyon hosszú ideig, egészen november 8-áig látható majd a Skanzenban? Hát főként azok számára, akik kíváncsiak valami újra, akiket érdekel a népművészet, de azok számára is érdekes lehet, akiket érdekli, vagy izgatja a divat, vagy a környezettudatos alkotás, hogyan lehet például plasztikákat készíteni szálas anyagokból. Ott nem csak gyékénből készült tárgyakkal fogunk találkozni, hanem textil újrahasznosítással is, főleg a divat termékek esetében. És hát van két installáció, ami hát már egy picit filozofikusan közelíti meg a nőt. Azért nem szeretnék erről többet beszélni, mert érdemes megtekinteni, mindenkinek nagyon személyes üzenete van. És mennyire nyitott amúgy a művésztársadalom erre? Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy nem feltétlen
környezettudatos művész mennyire nyitott arra, hogy mondjuk leüljön veled konzultálni, megnézze, hogy te hogyan alkotsz, esetleg elgondolkodjon azon, hogy na, lehet, hogy a következő alkotást nekem is így kéne csinálni? Hát a művészek körében ez abszolút aktuális téma, mindenki nyitott az újra, érdekes módon ez újnak számít, bár eléggé régi, hiszen olyan technikákkal dolgozunk, amelyek évezredes technikák. Viszont csak valahogy elkényelmesedtünk, nem? Így van, igen. Uh-huh. Hát a művészek pedig, ők szeretnek kísérletezni, ezzel nincs gond. A nagy közönséggel, a művészet kedvelőknek mondhatni kihívás lehet, hiszen a köztudatban a környezettudatos sokszor egybeesik a hulladék újrahasznosítással, és ez esetben nem igazán tudják hova tenni, hogy tud passzolni egy dombormű vagy egy újrahasznosított alkotás a lakásban egy mondjuk szép olaj, klasszikus olajfestménnyel. Hát mi erre tudunk megoldásokat ajánlani. Tulajdonképpen érdemes megnézni a kiállítást, erre is választod. Más olyan alkotókat is ismerek, akik csodálatos public art alkotásokat hoznak létre, uh-huh. és újrahasznosítva, vagy környezetből, tehát vannak a land art, tehát az uh-huh. erdőművészete, ahol effektíve ágakat úgy fonnak össze, hogy szobrokká alakul át, vagy egy szimfóniává egy adott kert, vagy az erdő, vagy egy folyóban is lehet játszadozni a kövekkel, de lehet faragni is, tehát ugye ezt el lehet teljesen. Ez ilyen végeláthatatlan dolog, ami igazából szintén kell hozzá kreativitás, egy kis szabad elme. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ajánlottad a saját tárlatodat lényegébe. Önök pedig ne feledjék, november 8-áig látható a Sóstói Múzeum faluban Torellának ez az érdekes kiállítása, amely, mint kiderült, nagyon sok kérdésre választ adhat. Egy picit elmegyünk, de nem sokára jövünk vissza.